A rendőrséghez intézett napi rendelőtti felszólalásokkal vette kezdetét az EGRI közgyűlés rendes ülése csütörtökön, mellyel kapcsolatban Kovács Csé Tamás képviselő elismerését helyezte ki a rendőrség munkáját, illetően az iskola kezdés alkalmával az oktatási intézmények környékén tapasztalható jelenlét miatt, habár nagyobb határozottságot kért a rend őreitől. Bódi Zsolt felnémeti városatya a Béke utcában lévő drogosok miatt emelt szót, illetve Orján Sándor fideszes frakcióvezetővel együtt sebességmérést kért a város több utcájára vonatkozóan. Erdélyi Gábor rendőr alezredes kapitányságvezető helyettes válaszában megnyugtatta a képviselőket, hogy észrevételeiket a rendőrség igyekszik orvosolni. Sós Tamás az idén megvalósult járdafelújításokkal kapcsolatban kérte, hogy a jövőben is pályázon az önkormányzat a közterületi járófelületek rekonstrukciójára, míg Kovács Csé Tamás a tokiói olimpián részt vett EGRI és hazai sportolók teljesítményét méltatta, megköszönve a 20 érmet és a sok szép helyezést. A személyi ügyek tárgyalásakor az EGRI Városi Közszolgáltatások Intézményének élére jelentkező két fő pályázatát vitatta volna meg a grémium, ám egyikük, Király Károly meg sem jelent a döntéshozók előtt. A város első emberei egyébként szinte egyhangulag a másik jelentkező, Szabó László eddigi megbízott igazgató pályázatát favorizálták, kiemelve magas szintű szakmai hozzáértését és munkáját. Az egyik legvitatottabb napirendi pont következett, amely telekhatár rendezésekről és kifejezetten a Farkasvölgy utca 2 szám alatti ingatlan elidegenítéséről szólt. A fideszes képviselők kifogásolták, hogy soha nincs feltüntetve, mire használnák fel az eladásból származó összeget. Lombecki Gábor pedig azt vetette fel, hogy módosítsák az építési szabályzatot, mivel vélhetően társasház épülne a területen, így értékesebbé válna a terület az átminősítéssel, drágább lehetne eladni. Mirkóczki Ádám polgármester szerint viszont a romok ára nem fog növekedni. Végül a képviselők arról döntöttek, hogy a következő ülésre is behozzák ezt az ügyet. A közgyűlés másik sarkalatos pontja volt Földvári Győző előterjesztése, miszerint a kollégiumokban az EKVI által biztosított étkeztetésért előre szedjék be a térítési összegeket a szülőktől, mert csak nem 7 millió forintos kintlévősége van a cégnek a be nem fizetett étkezési díjak miatt. Orján Sándor kifogásolta, hogy ezek szerint, ha valaki mondjuk szociális helyzete miatt nem fizeti be hónap elején a menzadíjat, akkor nem kaphat enni. Császár Zoltán tanácsnok elmondta, a családok szociális helyzetéről a kormány tehet. Farkas Attila alpolgármester hozzátette, ha valaki bizonyítja szociális rászorultságát, ingyenes étkeztetést vehet igénybe. A közgyűlés végül elfogadta a kollégiumi étkeztetés hónap elejé fizetéséről szóló előterjesztést. Hiszen nem EGRI, sőt,